Sziasztok! Üdvözlünk a Kids Jogában! Csanival most bemutatunk nektek egy pár nagy mozgást, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a gyerekeknek a jogapózok picit unalmasak tudnak lenni, ezért, hogyha mozognak, akkor izgalmassá tudjuk tenni a jogát számukra, és nem csak a mozgás öröme miatt fontos a nagy mozgás, hanem a iskola alapjait előkészíti. Tehát minden nagy mozgást, amit majd bemutatunk, az nagyon-nagyon fontos, hogy mire az iskolába kerül a gyerek, mindegyiket tökéletesen tudja csinálni. A gyerekek nagyon szeretnek mozogni, a jóga gyakorlatok között minél több nagy mozgást csináljatok, minél kisebb a gyerek. A Csani most bemutatja nektek a kúszást. Légy szíves, feküdj le a földre, és kezdheted a jobb kezeddel is, meg a bal kezeddel is, amelyik szimpatikus. Ha a jobbal kezded, akkor ugyanazon az oldalon lévő lábadat húzd föl, és szinte érjen össze, és kezdj el haladni úgy, hogy a köldököd az szinte ráragad a talajra. És kezdjél el mozogni, kezdjél el kúszni. Mehet gyorsabban is, ahogy tetszik. Még mehetsz? Nyugodtan még mehetsz még egy kör. Azaz, ügyes vagy. Húzd föl a jobb, igen. Remek, szuper. Gyere, ülj mellém. Amikor a nagy mozgásokat csináljátok, nagyon-nagyon fontos, hogy a jóga matracokat tekerjétek föl. Pici szünet, a gyerekek szépen föltekerik, tetszeni fog nekik a feladat. Mi is összetekeltük addig, amíg nagy mozgást csinálunk. A következő gyakorlat az a gurulás lesz. Légy szíves itt előttem, feküdj le, így hosszában. Szuper! Emelj föl a kezedet magasba és a lábadat. És kezdjél el tőlem elgurulni. Ez az. Azaz. Nagyon jó. Ez nagyon fog tetszeni a gyerekeknek. Jó, gyerek, gurulj vissza, légy szíves. Azaz. Szuper! Nagyon ügyes vagy. Köszönjük, hogy velünk jogáztatok.